Mehetünk? Oké. Szóval Levikén nagyon-nagyon élvezte ezt, édes drágám. Nagyon áldozva. Színész lesz. Jaj, nem mondd, hogy színész lesz. Igen. Ja, Istenem, én nem kívánom neki, bevallom őszintén. Legalábbis nem tudom, én nagyon-nagyon nehéznek látom most a pályakezdőkért. Nem is tudom, hogy én színész lennék-e most, hogyha... Aha. De valószínűleg igen. Igen. Emlékszel, nem is tudom, kit kérdeztél meg, hogy mi akar lenni a gyerek, és akkor mondták, hogy vagy színész, vagy is csak, vagy valami más, és akkor erre mondta az idős mester, hogy hát, hogyha vagy, akkor nem lesz színész. Igen, igen. Tehát, aki igen. Színész akar lenni, az tudja, hogy igen. Színész lesz. Igen. Bár a Magyar Attila barátommal szoktuk ott beszélgetni, hogy aki 40 éves kora után még mindig úgy gondolja, hogy színész akar lenni, ott már van valami probléma. De jó, persze, ezzel csak hülyéskedünk, mert magunkat is hülyítjük. Igen.